vezés, hengerezés. Jól megszokott traktorunkkal és egy védőrzted Rolex 620-as hengerrel, Cambridge henger. Jó cucc. Én szeretem ezt a hengert. Viszont nem a legminőségűbbek a kerék csapágyai. Ja. És tartunk a földhöz, mindjárt megérkezünk a szárzúzós videó, ahol készül. Most oda jövök, és akkor lehengerezzük a húzavetést. Mert tegnapi nap folyamán elvetettük a maradék 9 hektár buzánkat. Szépen. Én úgy szoktam, hogy így rájövök a földre. Ugye? Hát hogy is működik ez a szerkezet? Én most kiszállok és megmutatom. És elmagyarázom nektek, hogy ez hogy is kell, lehet, mert ugortam, hogy is kell kinyitni. Szóval én úgy szoktam csinálni, hogy a munkahengert ellököm úszóba. Ez a nyitószerkezet, ami ezt a kalantyút felhúzza, így, ahogy most a kézzel mutatom, így felhúzza, és akkor így a két szárny ki tud nyílni oldalra. Úgy körülbelül ennyi, ki lettek hézagolva a tagok, ugye ez valami minimálisat mozoghat, ennek is kéne, de még szorosak a tagok, egy picikét. Úgyhogy ennyi, a függesztőkart fel szoktam emelni, ugye a függesztők arra, hogy ja, arra tehető vonópadot szoktuk mi húzni, hogy így tud mozogni, és akkor nehezebben feszíti be a dolgokat. A munkahengert nem szoktuk erőltetni, hogy húzassuk magunkra a hengert, hanem szépen hagyjuk, hogy ahogy nyílik, az úgy nyíljon. Ha nem nyílik, akkor toljuk még, valamit csinálunk vele, de nem feszegetjük a dolgokat. De mindjárt megmutatom belülről egy kicsit, hogy hogyan is nyitok én ki egyet. Egy hengert, egy ilyen hengert. Az első lépés, amit meg szoktam csinálni, hogy átteszem terepbe, azért, mert így, hogyha bármi gond van, nem tudok akkorát lökni rajta. Most ellökjük úszóba, lehet látni, hogy fölnyíltak a kallantyúk, ha látjátok innen. Kicsit így ráemelünk a függesztőkre, és elkezdjük szépen tolni. Ugye az úszóban van a kar, nem nyúlunk semmihez. Szépen megyünk, lehet látni, hogy nyílanak a tagok. Így megyünk, és most elengedjük, benyomjuk a kuplungot. Nem nyomunk semmit, csak a kuplungot betartva. És a henger szépen mozgatja a traktort úgy, ahogy ő gondolja, és így ki van nyílva. Utána még annyit szoktam, berakjuk kis sebességbe, előretük a függesztőkart, szépen leengedjük, körülbelül párhuzamosba a talajjal, utána én ezt vissza szoktam zárni, és megyünk a henger. Nem tudom nektek kívülről. És körülbelül egy ilyen hengernek a nyitása ennyi időt vesz igénybe. Mi van? Jó, azon majd húzni kell. Most vettem észre már, ugye hengerezünk vele egy jó ideje. Ugye ezek itt ilyen határolók, hogy nem engedik elfordulni a cuccost. Ha jól tudom, ez a csapnak a csavarjai. Biztonsági cucc, meg minden. Ugye ez már, ez a tengely volt cserélve, mert kitörött. Ez az egy, amit én negatívumnak tudnék mondani, hogy miért nem lehet olyan tengellyel megcsinálni, hogy cserélhetős legyen. Nem tudom, melyik márkánál láttam, talán az Omikronnál, annál van ilyen cserélhetős, hogy négy szöganyag, és akkor négy sarkán, négy csavarra cserélhető az egész. És nem kell szétvágni, nem kell hegezgetni,
nincs az, hogy az ki be kell valahogy vinni a hengert, hanem fogja ugye a telepre, hogy meg lehessen hegeszteni, fogja, leszedi a négy csavart, beviszi, kicseréljük a tengelyt, azt akkor kész, hogy eltörik. Az egy dolog, amit úgy nem értek, de ez most az idegesít, geci. Mindegy. Minden, ma úgyis csak azon megyünk, mert úgy szoktuk csinálni, hogy ez itt egy idézőjelben szigetnek ugye hívják, amit mondtam már régebben is. És itt a gát oldalnál van széles hely, meg vannak tarlók, és akkor ezáltal nyitott hengerrel én tudok vonulgatni ide-oda. Nem kell minden egyes földhöz szétnyitni, összecsukni, és általában úgy szoktam kezdeni, hogy a legtávolabbi föld, és akkor mindig megyek kifele a falu fele, és akkor nem kell utána vonulgatnom még. Úgyhogy menjünk! Menjünk! Kicsi gépezetünk. Ja, nem is kell berakni. De lehet, hogy meg kéne mozdulni egy kicsit előre. Aha. Vedd be. Oké. Bent van. Országútiba. És akkor szépen megindulunk előre fel. Én 6-ba szoktam húzkodni. 8 és 9 km per óra között. Jó dolog a hengerben, hogy nem fogja vissza a gépet és lehet vele szaladni. Viszont a talajnak nem tesz jót. Abból a célból, hogyha fog egy nagyobb rögöt, vagy akármit a hengerünk, és bepattog, akkor ott a talaj be fog pattogni. És hát ugye az úgy marad utána, és akkor a permetezős, meg a kombájnos, mikor permetezik, meg aratják a földet, nem igazán kedvelik a dolgokat, főleg a permetezés, mert ott azért kicsit gyorsabban a tempó, mint az aratásnál, de szépen most is 8,5-lel megyek, bőven elég, jó, mondjuk ez homokos talaj, úgyhogy így kicsit a henger szokta maga előtt túrni a földet, és ezáltal nem lesz annyira remegős. Ugye hát ezzel a földdel, ugye, hát ezt zúztuk az erzével, annyi lett csinálva, hogy a kis 3-2-es metal tárcsával meg lett járva egy soron, utána megkapta a műtrágyát, kapott egy sor ásoboronát, és el lett vetve. Ennyi. Most, hogy milyen fajta mag lett belevetve, azt ne kérdezzétek, mert fingom nincs. Az oké, okay, hogy itt voltam a vetésnél, meg én hordtam a vetőmagot, de fingom sincs, hogy most mi milyen magot vetettünk. Ugye itt a gát, mögötte van a Duna. Úgyhogy ez egy jó cucc, hogy az ember elmegy buzát vetni, de nem tudja, hogy milyen magot vetett. Azt tudom, hogy vetettünk Genius, de azt hiszem, hogy valami más fajtát vetettünk, de most nem jut eszembe. Mert két fajtát vetettünk, az egyik az Genius volt, de a másikat nem jegyeztem meg. Bokrosító hengerezésre szoktuk használni. Ugye mi alapból nem kértünk
hozzá simítót, vagyis terve volt annó, hogy kéne simítót venni rá, de nem vettünk. Lekopogom, nem bántuk meg, mivel a cégnek simítóval van, vannak az ugyanilyen hengerek szerelve, és ezáltal ugye nagyobb a súly, és mert ilyen bilinszki anyagból vannak a kerék agynak a tartói, így azoknak a kerekei már nem egyszer, nem kétszer voltak levágva és hegesztve, és tengelycserélve, meg stb. Így már a kerekek nem így állnak, hanem van, mikor egy kicsit beljebb, vagy egy kicsit íjjebb, mindig van egy kis szöge, akkor a középvásztörött már, mert ugye jó, magyar utak, gödrös minden, az ember akarna sietni, de nem tud, rászkódik a henger, vágdalózik, és ugye ott terhel, és fogta magát eltereti. Még azt mondom, hogy fasimító meg kell húzni a fődet, vagy kombinált fogassa, nehéz fogassa, attól függ milyen talajminőség, de kötött, homok, stb. Hogy milyen nedves a föld, mennyire száraz, és sok mindentől függ. De hát mi általában vagy el szoktuk kérni a cégtől a simítós hengert, vagy valami ismerőstől kérünk fasimítót, ilyen 3 métereset. Vagy ha van rá idő, és olyan a talaj, akkor a RAU kombinátorral, amire rá van szerelve a nehéz fogas, ha marad, azzal szoktuk még megkuszkodni. A szállításnak a tetején. De ez a henger csak erre van. De hát így is most nem akarok hazudni. Idén tavasszal, ősszel most. Hát több mint 100 hektár biztos benne van. Mert ugye szoktunk nem csak sajátot, hanem másnak is hagyja kell, vagy stb. De hát ugye mi idén az összes vetésünket hengereztük, de körülbelül 100 hektár most benne van ebből a hengerben most össze. Meg ugye a tavasz a kukoricát is, meg a napraforgót, hogyha van vetve. Szépen ez, mondjuk most kicsit 9 fölé mentem, mert úgy érzem, hogy ez a talaj egy kicsit jobb, meg ahogy nézegetem a hengert, nem nagyon mozdul fölfele. Úgyhogy a szegésbe egy kicsit vissza kell lassítani, aztán kész. Mondjuk ez így most szar megoldás, de következőre ráfordulok, mert ugye sokat nem szabad a szegésbe lődörögni vele, mert nagyon le fogja nyomni, és akkor utána meg már nagyon kemény lesz a talaj. Ugye most próbáljuk azt a idézőjelbe nagyon kevés csapadékot, vagy vízmennyiség, víznedvességet, vagy földnedvességet benne tartani, hogy hátha kicsirázik, és időbe ki kell. Meg reméljük lesz rá eső, mert eddig elég száraz őszünk van, igaz, még csak egy hónap telt el az őszből, de nagyon száraz, nem igazán volt eső, meg inkább meleg, meg szeles volt, úgyhogy nem annyira jó ez most így. Azért emlékszem, hogy régebben mindig az volt, hogy jött a kukorica aratás, hát most is lassan lefogynak a kukoricák. Mondjuk ez elég hamar, de akkor is lefogynak a kukoricák, és
pénteken, mint ahogy szokott lenni. Aztán mindjárt vége a szezon. Hát emlékszem, voltak olyan őszek, hogy húzgálni kellett egymást, meg beragadtak a sárba, húzni kellett a terményszállító traktorokat. Most meg még van mennek, mint a nyár lenne, forzik az út utánuk, meg stb. Ha most is jöttem az úton, be kellett csuknom be az ajtót, mert akkora port mert fő az első kerék, hogy rendes jött be a formá fülkébe. És ugye hát ezzel nem lehet nézőjelben rögtetni, mert szétszakad a henger mögött. Nem, én szépen nyugodtan el szoktam vele közlekedni, ezt nézni. Érdekes egy évünk van, reméljük jövőre jobb lesz. Úgy termés átlagra néz, tekintve nem volt olyan hűde rossz, de nagyon száraz. Én azt mondom, hogy száraz volt az idei év. Minden téren, de nagyon. Lehetett volna kicsit nedvesebb is. Sokszor jót tett volna a növénynek, hogyha lett volna esés. Nem locsolni kell, de hát is hátra néz az ember, forzik a föld mindezők. Azt nem mondom, hogy tengeresztünk már olyat, hogy ragadt el a tisztő, de volt, hogy voltak ugye vizes boltok, ahogy az ember húzta a vetőgép után a henger. Most meg, na, látjátok, száraz, és az úgy nem tetszik. Reméljük, lesz belőle valami, nem csak dobtuk a 100 000-eket a vetőmagra, és benne fekszik a földbe. Jó, igaz, ilyen ez a pop szakma, hogy egyszer itt, egyszer ott. Csak hát, ja. Nem a legjobb, hogyha az embernek nem terem semmi a földjén. De hát majd úgyis lesznek szerintem felvételek, hogyha teleget a buszom, meg hogyha végzek a hengerezéssel, úgy azért szeretnék elmenni a legkötöttebb talajunkba. Traktorra elmegyek szólóba, megnézem, hogy a több mint egy hete elvetett buzánk, hogy az már kezdte csirázni, hogy kapott-e valamit a melegen kívül. Vagyis úgy kíváncsiságból, hogy mi van a talajban vele. Visszatérve egy dologra, ugye készült a szántós videófaterra, és meg kell mondjam nektek, hogy prima talajt csináltunk. Méghozzá úgy, hogy másnap, miután föl lett szántva a föld, kapott egy sor tárcsát. Ugye hát nem a legjobb megoldás a szántott talaj, meg nem a legjobb megoldás magányat készíteni tárcsával. De muszáj volt, mert hát na, voltak szép nagy fantok, és meg kellett járni a szántást azért tárcsával, hogy aprítsuk a hantokat. Meg lett gyárva. Minimálisan sikerült is ezt orvosolni a problémát, hogy ne legyen akkora hantok a földben. És szerencsénk volt, mert az ígért esők megjöttek. Így unokatesóm várta, hogy elálljon. Amint elállt az eső, vártuk egy kicsit, hogy cikkadjon. Azt meghúztuk ásóboronával. Már akkor jó volt a magágy, kapott egy műtrágyát, még egy sorás a borona, el van vetve, le van hengerezve, úgyhogy most várjuk, hogy kikeljen. De szerencsére sikerült szétdöngölnünk azt a földet, örülök is neki.
Ezt meg megpróbáltuk, hogy egy sort ártsa meg álsaborodat, hogy hát ha egy kicsit pörgősebb a dolog, mint egy a Sancho, de nem rossz. Mondjuk ezt a művelést megnézném úgy az aprító henger után, mert ugye ez után maradtak hosszú szárak, de a kalappal a tárcsa is, meg az ásaboron előtt is. Már szerintem egész szép talajt csináltunk. Hát, hogy szár maradvány van fönn, de hát az szokott maradni. Meg hát a szántás nélkül talajművelésben is van olyan, hogy marad fönn szár maradvány. De figyelek, mert nem látok a portól. Ezzel is fogom visszafele ezt a csikatmácsokot lesz. Viszont én úgy gondolom, hogy elköszönök. Még lehet itt a végére majd nem kötöm a talajt, mert arra megyek visszafele. Csinálok valami kis felvételt róla. Ha tetszett ez a kis hengerezős, sztorizós videó, akkor nyomj rá a like-ra és ne felejts el feliratkozni. Bármi kérdésedben írd meg kommentbe. Én MD Miki voltam, sziasztok!